A ma esti témánk, amit két részre osztunk, az igaz és hamis egyház. A legfontosabb dolog, ami magával ragadhat benneteket ebben a részben, az az, hogy van egy igaz és egy hamis egyház. Ha nem érted meg ezt, akkor összezavarodhatsz, és a sátán megcsalhat téged. Először megmutatok nektek néhány igét, egy-egy portrét, először a hamis, majd pedig az igaz egyházról. Ha nem is jegyzitek meg az összes dolgot, amit elmondok, azaz egy akkor is maradjon meg bennetek, hogy manapság nem igaz egyházak vannak a világon, hanem van egy igaz egyház, és van egy hamis. És remélem, hogy elegendő információt adok nektek ahhoz, hogy Istentől függjetek, ne tévesszem meg benneteket a hamis egyház, és tudni fogjátok, hogy szellemileg hova tartoztok. A 2. Korintus 11. fejezetének 2., 3. és 4. verse megmagyarázza, hogyan jött létre a hamis egyház. Pál a korintusi gyülekezetnek a következőket írta. Hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé, ha figyelembe vesszük azokat az embereket, akikből a korintusi gyülekezet felépült, akkor ez egy lélegzetelállító kijelentés. Pál felsorolja, kik voltak ezek az emberek. Prostituáltak, homoszexuálisak, leszbikusok, részegesek, paráznák, erőszakosak, és ehhez hasonlók. És Jézus vérének erejével, és Isten igéjének megszentelő munkájával, Pál azt látta, hogy az egész gyülekezet, amely ilyen emberekből épült fel, szeplőtlen szűzként fog Krisztus előtt állni. Pál, aki ezt a gyülekezet alapította, arról beszél, hogy eljegyzi ezeket az embereket az Úr Jézusnak. Tudnunk kell, hogy abban az időben, a bibliai kultúrában két lépés volt. Először az eljegyzés, azután a házasság. Ez az eljegyzés nem a mai értelemben vett eljegyzés, mert ma az eljegyzés a legtöbb esetben mindenféle nagyobb bonyodalmak nélkül felbontható. De abban a kultúrában az eljegyzés szent és ünnepélyes fogadalom volt. Ekkor még nem teljesült be a házasság, de ugyanolyan sérthetetlen és szent fogadalom volt, mint a házasság. Az, aki hűtlen volt a jegyeséhez, házasságtörést követett el ugyanúgy, mintha a házasságot bontották volna fel. Ez volt a két lépcsőfok. Az asszonyt először eljegyezték egy férfival, ebben a kultúrában ez nem sokkal a házassági ceremónia előtt volt, ami után jogilag férj és feleség lettek. Tehát a ti elkötelezettségetek az Úr Jézus Krisztus felé egy szeplőtelen jegyesség. Mindannyian, akik ilyen fogadalmat tettünk, el vagyunk jegyezve Jézus Krisztus számára. De a házasság még nem történt meg. A Jelenések könyve 19. részének 7. és 8. verse csodálatos képet tartalmaz a házasság megünnepléséről. Eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Az egész világ izgalomba jön a bárány menyegzője miatt. Kaptam egy kijelentést, nagyon egyszerűt. Néhány hónapja véletlenül ébren voltam az éjszaka kellős közepén, és amint gondolkoztam, három kép jött elém arról, hogy az Úr Jézus két dolog miatt izgatott. Először is azért, mert megbékélteti a testvéreit, a zsidókat, az évezretekig tartó elidegenedésből. A második pedig az, hogy elveszi a mennyasszonyát, elviszi. Nem csak Jézus, hanem az egész menny nagyon lelkes volt. Úgy gondolom, néhány pillanatig éreztem azt az izgalmat, amit az Úr és a mennyei lények éreztek. De most még csak el vagyunk jegyezve. A mennyegző még nem jött el.